A közlemény szerint a Szabadbattyán-Balatonfüred szakaszon 60 km/órás sebességkorlátozást vezettek be, ezért az észak-balatoni vonalon jelentősen 30-60 perccel is meghosszabbodhat a menetidő, a 60 füzes Abony-Miskolc Szerencs-Bodrog keresztúr vonalon 11 órától 19 óráig 80 km/órás sebességkorlátozás érvényes. A Budapest 60 Miskolc Sátoraljaújhely vonalon közlekedő és a Budapest-Eger közötti vonatok menetideje 10-30 perccel hosszabbodhat meg, a Miskolc Hidasnémeti vonal több szakaszán is 80 km/órás csökkentett sebességgel haladhatnak a vonatok a biztonság érdekében. Ezért ott napközben 10-20 perccel nőhet a menetidő, a pécsi vonalon a Kesző-Hidegkút-Gyöng-Döbrököz közötti szakaszon szintén 80 km/órára korlátozták a vonatok sebességét, ezért 20-30 perccel nő meg az Intercity vonatok menetideje, ugyanakkor a Budapest-Kunszentmiklós-Taskelebia vonal több szakaszán 40 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, ezen a szakaszon 15-20 perces késésekre számíthatnak az utasok, közölte a MÁV Inform. Thank you.